Süllőnél és ugyanúgy csukánál is én szinte minden esetben a kopoltyú fedőfogást szoktam alkalmazni. Ez azért nagyon jó, mert így tudjuk stabilan megtartani a halat, nem üti, nem dobja ki magát a kezünkből, ő se sérül meg, és nekünk a kezünk sem fog megsérülni, hogyha jó helyen tartjuk. Nagyon fontos, hogy ilyenkor nem a kopoltyúba, a szilványlemezek közé nyúlunk, hanem csak ezt a külső, csontos, porcos részt támasztjuk, fogjuk meg a kezünkkel, a másik kezünkkel pedig szépen alátámasztjuk az állatot. Mindjárt meg is mutatom. Természetesen, hogyha ettől a haltól lényegesen nagyobb állattal van dolgunk, akkor is ugyanezzel a fogással meg tudjuk szépen tartani egy biztos szép fotó erejéig, hiszen egy nagyobb testű halnál sokkal nagyobb a fogási felület. Azt is érdemes még megjegyezni, és nagyon fontos gondolatnak tartom, hogy egy nagy testű halnál semmiképpen ne állva fotózzuk a halat, hiszen ha valami oknál fogva mégiscsak kidobja a kezünkből magát, akkor egy guggoló helyzetből sokkal kevesebbet esik a hal, és nem veri össze magát a földön. Most pedig következzen a peca a legutolsó és egyik legszebb momentuma, a hal visszaengedése.